Honnan vertél valamit? Tessék? Levertél valamit? Nem, még semmit. Pont olyan hangja volt. Na, akkor kezdjük az ismerkedést. Annyit tudok rólad, hogy 21 éves vagy. Valamit még mesélsz? Igen, itt vagyok a barátommal, és szeretnénk harmadiknak egy fiút. Harmadiknak fiút. Fiút keresni viszonylag könnyebb ebben a műsorban. Tehát harmadiknak egyet azért árulj el, légy szíves, hogy az a bizonyos fiú az csak irántad érdeklődjön, vagy a barátod iránt is. Teljesen mindegy, csak tudjon oroszul. Legalább egy-két szót. Az a lényeg, hogy valami verset, vagy valami más. Neked ez a heppet, hogy tudjon oroszul, rendben? Az a lényeg, igen. Az a lényeg, hogy tudjon oroszul. Pontosan. Nézzük akkor, ki van az egyik vonalban. Halló? Senki. Ez is egy megoldás. Van még egy... Halló? Annyira is senki vonalban. Ő is eltűnt a vonalból. Ezekben a pillanatokban szokott az következni, hogy azzal ismerkedünk, aki jön. Halló? Jó estét? Halló? Halló? De megijedtem. Nagyon szomorú a hangod ám. Szomorú vagy? Ennyire? Halló? Halló, Gyurika! Szervusz, én meg Lacika. Érdekes, mindenki vegetatív. Nézze meg az ember 061-452-6161 a telefonszámunk. Halló? Szia, Attila vagyok. Szervusz Attila, te ismerkedsz. Mivel? Hát keresem? Hát lányokat keresnék. Igen. Lányokat? Egyet vagy többet? Hát egyelőre egy is elég lenne. Csak úgy gondoltam, úgyis fiúk jönnek majdnem. Úgyis fiúk jönnek. Te halál precízen látod. Nézzük például, mutatnék egy lányt. Halló? Halló? Jó estét. Na, szóval erre célhoztam. Ez túl mély hangú lány volt. Mutatok egy másik hölgyet. Kezdj csokolom. Bocs. Nem történt semmi. Érdekes, hogy szerintem ez ugyanaz a hang volt, mint az előbb. Hogy tudod ilyen rövid idő alatt visszahívni? Halló? Halló? Jó estét, megint te vagy? Te voltál az előző két alkalommal is, ugye? Nem én voltam. Nem, akkor az másik két úr volt. Fogunk még urat keresni, majd kicsit később. Halló, most ki van a vonalban, ugyanabban a vonalban, amelyben eddig senki... Foglalatjelzésre nem ismerkedsz? Nem, az van, nem, az már legközelebb. Na, most az egyszer, egy foglalatjelzést, kérlek. Nem, majd legközelebb. Ez nagyon szimpatikus foglalatjelzés volt, nem olyan, mint eddig, ez sokkal aranyosabb. Nem, biztos, legalább próbáljátok ki, aztán majd visszacsörögsz, hogyha nem felel meg, rendben? Hát már nem annyira. Menne. Milyen fiú legyen? Magas. Egy darab? Ez nagyon fontos. Kettő. Kettő. Miért? Ti magasak vagytok? Igen. Nagyon? Hát eléggé. Mennyi? Azaz annyi? Hát nem tudom, 175 cipő. Aha, plusz áfa. Jó, akkor még milyen legyen a fiú? Magas testű legyen, az nagyon fontos. Hát többi meg majd kiderül. Többi meg majd adódik. Haló, ő magas? Igen, Gábor vagyok, Búzról. Szia! Honnan? Nem, szegény viccelt. Nem volt ez olyan jó. Akarsz ismerkedni is? Persze, szeretnék. Az jó. Gábor, egyébként budapesti vagy? Igen, budapesti vagyok. Na, akkor azt kellene még csak tisztáznunk, hogy azért, mert az előbb említetted a születési helyedet, azért még a hölgyek érdekelnek. Igen, érdekelnek. Jó, persze. Itt van két darab 17 éves hölgy. Nagyon jó. Ugye? Akkor mondjuk... Hány éves vagy? 23 és 24. 23 és 24. És hanyadik kerület? Hanyadik kerület? Harmadik. Ne hülyes. Óbuda. Most tényleg azt számolgatjuk, hogy metróval hány perc, vagy mi? Aha. Igen, igazad van. Óbuda megfelel? Hát... Patinás környék. Más örül, ha a megyében talál fiút, te meg a kerületednél. De nem baj, abszolút. Igen? Hát még valamit akarok tudni róla, nem tudom. Jó, mit? Mondjam én, hogy mit szeretnél megtudni? Hányas cipőt hordtok? 48-as. 48. Két nagy darab úrról van szó. Izmosak vagytok? Iszonyú kigyúrtak vagyunk. Iszonyú kigyúrtak. Mi a foglalkozásatok? Főiskolások, a másik pedig segédmunkás a Vágóhídon. Nagyon jó. Mind a kettő alapvetően izmot feltételező szakma. Igen. Mit szóltok, Ildikó? Mit szereztünk? Ildikó, ne, mi az, hogy nem tudom? Hát majd akkor én tudom. Nézze meg az ember. Rendben, itt van nekünk Zsolt az egyik vonalban. Halló Zsolt! Szia Laci, sziasztok! Szervusz, kérlek, te még mindig Spanyolországban vagy? Én még mindig Spanyolországban vagyok, még körülbelül egy hétig. Akkor ez most jó drága neked, ugye, ahogy így beszél? Igen, ez most határozottan drága, de megéri, mert végre egy magyar hangot hallok. Végre. És mindig jó idő van ott? Még mindig határozottan jó Hány idő fok? Van. Hány fok?
Most? Hát most nincs olyan sok, most ilyen 27-28 környékén járhatunk, de napközben ütjük a 38-at kőkeményen. Itt meg már esik az eső, meg minden. Rossz lehet nektek. Ne gyere haza. Holnap kifektek a tengerpartra, és egy kicsit sajnálok titeket, jó? Ne gyere haza, Zsolt. Jobb ott, most, így időileg mindenképpen. Egy rugást légy szíves. Egy rugást. Hát Zsolt, szia! Na, itt van nekünk Lukrécia. Haló? Hello, sziasztok! Szervusz! De jó név ez a Lukrécia. Szerénke vagyok. Parancsolj kérlek! Hát szeretnék egy úrat megismerni. Uh-huh. Mondjuk földigérjen a lába. Földigérjen a lába. Remélek az orványát legalább 10-szer már meghosszabbított a vek. Az mennyi? Nem tudok számolni sem. Hát az elsőt az 14 éves korban adják. Aztán 18 évesen megint hosszabbítják. Uh-huh. Igen. Hát mennyi idős legyen? Na. Haló? Hát azért 16 múljon el. 16 múljon el. Lukrécia, azt megkérdezhetem, hogy te mennyi vagy? Én is annyi múltam. Te is annyi múltál. Jó, én is. Egyébként. Már úgy értem, na, szóval valamennyien így együtt. Sőt, a Zsül is. Mit tudjon az illető úr? Húha. Mindent tudjon. Ez a minimum, aztán majd még lehet, hogy igényesebbek leszünk menet közben. Haló! Haló! Ön mit tud? Jó estét! Haló! Haló! Ön mit tud? Haló! Azt hittem még, megkérdeztem a harmadszor is. Haló! Haló! Jó estét, mit tud? Mit kéne, hogy tudjam? Hát bármit, ami különleges. Jó, tudom. Hát akkor bármit tudok, ami különleges. De elő is kellene adni, tehát ha verset tud mondani, steppelni tud, kakaszkukorékolás vagy bármi, nem tudom, harangot tud utánozni, ilyesmit, akármit, csak most adja elő legyenként. Autót szerelni, azt tudok. Autót szerelni tud az úr. Az nagyon jó. Lukrécia, van a családban autó? Van. Na, akkor az úr már meg is tudja szerelni. Így van. Kell még valami? Ja, az úr elmúlt 16? Nem. Jó. Lukrécia, ezt is teljesítettük. Kell még valami, vagy itt a románc? Vagy nem? Igen. Hova valós? Hova valós ez? Igen? Budapest. Lukrécia is. Hát mit akarunk még az élettől? Lukrécia? Azért kérdezzük meg, hogy milyen a szeme. Milyen a szeme? Barna. Jó, akkor ez nekem kék. És akkor jó? Persze. Jó. Jáksója. Ismerkedősó. Jáksó László. Halali, Nikolett, szia! Hello! Szervusz, itt van Nováki Zsül, akinek van egy üzenete, jut eszembe. Egy egész üzenetem van, még pedig Gáz üzeni, hogy Áginak, hogy a műsor után aludjon is. Is. Érdekes üzenet. Ezen kívül viszont, nem tudom, Nikolett, te üzensz valamit annak a fiúnak, akit mindjárt megtalálunk. Vigy előre. Szóval én kaposvári vagyok, úgyhogy valahol itt a környékről szeretnék. Igen. Szeretem, ha egy fiú határozott, soha nem nyugszi. Nem. Én úgy nyitott vagyok mindenfelé, sok minden érdekel, szeretek sportolni. Mit sportolsz? 19 éves vagyok. 19, milyen jó életkor. Mit sportolsz? Tekéztem 4 évig. Teke? Úgy mindenfélét hobbi szinten. Teke? Igen. Az nem kugli? Annak is mondják. De kérdezem, lengőtekésztél, vagy a... Nem. Vagy teke. A durbele golyó? Igen. A sok bábú közé bevágjuk a golyót, aztán amelyik elhassal... Igen, pontosan. Tök jó.